Köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy a növényi gazságokról tudok beszélni. Ezen a nagy témán belül a növényi viselkedés számítógépes modellezéséről szeretnék tartani egy rövid előadást. Egyáltalán miért modellezzük a növényeket? Először is, mire eljutunk odáig, tényleg meg tudjuk jeleníteni egy növény alakját és annak a fejlődését, addigra nagyon értenünk kell a növényt. Ez a példa, amit hoztam, ez az algoritmikus botanika című alkalmazásnak a bemutatása, és itt például be lehet állítani különböző paramétereket, de amilyen sűrűn ágazzon el a növény, mekkora legyen az elágazási pontok közötti távolság, milyen külső inger hatására ágazzon el. És így elő lehet állítani különböző növekedési formájú növényeket, ami azzal az előnnyel jár, hogy ki is tudunk próbálni változásokat. Tehát például ki tudjuk próbálni, hogyha egy mutáció hatására, ha több fény esetén jobban elágazik, akkor hogyan változik a növekedési formája, segíti-e ez őt abban, vagy gátolja, hogy minél több fényhez jusson hozzá. Ezáltal a növényi evolúciónak a menetéről is többet tudunk meg. Aztán a következő példán azt látjuk, hogy itt egy egyednek a fejlődését mutatja be a szimuláció, ez egy paradicsom növény történetesen. És el lehet képzelni, hogy ez például a növény nemesítésben is segít, vagy akár állománytervezésben. A következő képen azt próbálták ki, hogy egy környezeti ingerre, konkrétan egy sérülésre, egy áttörésre hogyan reagál a növény. Vagy még általánosabban arra is rá lehet kérdezni, hogy a különböző minőségű környezeti foltokra hogyan reagál a növény. Itt például egy fényfoltot találnak, ilyen kúszó indák, és azért kezdenek el versengeni. Ha ezeket a dolgokat jobban értjük, akkor olyanféle vizsgálódásokat tudunk csinálni a növényeknél is, mint amilyen tudományterület az állatoknál az etológia. Tehát egyféle viselkedéskutatásra alkalmas ez. Különösképpen érdekesek azok az esetek, amikor a növények egymás számára jelentik a környezetet, tehát például a versenytársak egymás elől fogyasztják a környezeti erőforrásokat, a fényt, a talajtápanyagot, a vizet. A képen két egymás mellett növő fának a növekedését szimulálták, és meg lehet nézni természetesen számítógépben könnyű, hogy egymás mellett nőve és egymástól szétszedve hogyan néz ki ezeknek a fáknak az alapja. A lenti kép arra utal, hogy igazán érdekes eseteket látunk akkor, amikor különböző stratégiájú növényeket engedünk egymással küzdeni, és ezáltal meg tudjuk látni, hogy bele tudunk látni abba, hogy hogyan szerveződnek az ökoszisztémák, hogyan épülnek fel a térben, mennyire stabilak. Viselkedés szempontjából a növények sokak számára egyszerűen csak olyannak tűnnek fel, mint lassú és unalmas állatok. De én ezzel az előadással éppen erre szeretnék rácáfolni, méghozzá két állítást mondanék most egymás után. Az egyik az, hogy hát fel lehet ezt gyorsítani, mint ahogy láthattuk például David Attenborough-nak a Növények magánélete című filmsorozatában. Ezen a filmbejátszáson például egy szederindának a növekedését látjuk gyorsítva, ahogy keresi a fényben gazdag helyeket. A második állítás, ami ide kapcsolódik, hogy a növények nem csak hogy érdekesek, hanem bizonyos szempontból érdekesebbek is, mint az állatok, mert olyan viselkedésformákra van lehetőségük, amelyek az állatok számára nem elérhetőek. Mindez abból ered, hogy a növények moduláris felépítésűek. A többsejtű élőlényeket testfelépítés szempontjából két nagyobb csoportra oszthatjuk. Az egyik az úgynevezett unitér szervezetek csoportja, ezeket látjuk a bal oldalon, a másik pedig a moduláris szervezeteknek a tágköre. Az unitér szervezetekhez tartozunk mi magunk, például, sőt az összes emlős, ezen felül tipikus példák még az ízeltlábúak vagy a puha testűek. Az jellemző rájuk, hogy szerveik, vagy ránk lehet így mondani, hogy szerveink száma meghatározott és véges, tehát két kezünk van, két szemünk, egy orrunk és a többi,
És ezek az egyetfejlődés során egy meghatározott, szorosan meghatározott egyetfejlődési program során alakulnak ki. Ezzel szemben a moduláris szervezeteknél a szervek száma nem meghatározott, az élet folyamán állandóan változik, tehát egy növénynél mondjuk a levelek száma vagy az ágak száma az folyamatosan változik a korral. Az unitér szervezeteknél, mint mi magunk vagyunk, ugye az élet az a születéstől a halálig egyetlen egységes folyamat. A növényeknél minden egyes modulnak van külön születése és halála, tehát vannak emiatt eldobható alkatrészek egyszerűen, tehát bizonyos részei egy fának mondjuk meghalnak, bizonyos ágai, és mások tovább nőnek, és újabb ágakat hoznak létre. Emiatt így a térbeli átrendeződésnek a lehetősége igencsak nagy. Megjegyzendő, hogy a növényeken kívül a moduláris szervezetekhez tartoznak a szivacsok és a korallok is például, és még más további állatcsoportok. Egy példa a moduláris felépítésre, itt a gyapott növényt látjuk, legegyszerűbb építőelemtől kezdve fölfelé az ágak és az ágrendszerek felépítéséig. Azt lehet mondani a számítógépes szempontból, hogy a növény fejlődése az tulajdonképpen egy iteratív folyamat. Egy ismétlődést látunk itt, egy egyetfejlődési program szakasznak az ismétlődését, ami által létrejönnek a különböző részek, és néhány féle ilyen program van, mondjuk a vegetatív és a generatív részeknek a kifejlesztése. A növényeken belül különlegesen izgalmas helyet foglalnak el az úgynevezett klonális növények. Ezekre az jellemző, hogy a modulok azok önállóvá tudnak válni. Itt lehet látni élőben egy tipikus klonális növényt, ez a kerek repkény, és jól látszanak itt az egyes modulok, ahogy a növény sorban növesztette őket. És látszik az is, hogy ezek közül mindegyik tud saját gyökérzetet növeszteni, nem látszik most ugyan, de virágzatot növeszteni is, és termést érlelni. Tehát ők egyenként önállóan tudnak válni. Gondoljunk például egy szamóca növénynek a fejlődésére, ahol az egyes tőlevél rózsák, azok tudnak saját gyökérzetet, virágokat és terméseket fejleszteni, tehát önállósodni képesek. Ilyen esetben nagy kérdés az, hogy az újonnan létrejött ilyen vegetatív utód, az meddig maradjon kapcsolatban a klón többi részével, anyanövénnyel és testvérekkel, vagy anyamodullal és testvérekkel, és mennyi tápanyag és információ áramoljon vajon az egyes részek között. Ez az eldobható jelleg nagyon érdekes tulajdonságokhoz vezetett, például rendkívül nagy méretűek és nagyon hosszú élettartamúak tudnak lenni egyes klónok. Magyarországon élő fajoknál is találtak 1000 éves vagy annál nagyobb élettartamú egyedeket, de itt most két bajnokot szeretnék bemutatni. A bal oldali az egy nyárfafaj, amely gyökérsarjak révén tud újabb és újabb modulokat képezni, amelyek egész fa termetűek. Egyetlen klónnak a méretét az 81 hektárosra becsülték, és 10 000 évre becsülték az ő életkorát. A másik képen egy cserje láthat, és az életkora még az előbbi növénynél is hosszabb volt, 13 000 év. El lehet képzelni, hogy ekkora nagyméretű és ilyen hosszan élő növények tényleg komoly befolyást gyakorolnak az ökoszisztémák működésére és az összes többi fajnak az élet lehetőségeire. Miközben nőnek ezek a klónok, különböző minőségű területekkel találkoznak, tehát vannak mondjuk talajtápanyagban gazdagabb és szegényebb foltok, nedvesebb és szárazabb helyek, fénnyel jobban ellátott, illetve inkább leárnyékolt területek, és ebben a mozaikban ugye az az idézőjelben feladat, hogy minél több tápanyagot gyűjtsenek össze, tehát ez jelent adaptív előnyt számukra. Méghozzá versenytársak ellenében. Hogy ez milyen nehéz feladat, ezt talán Dürernek ez a rajza mutatja nagyon szépen. Itt lehet látni, hogy az egymás mellett élő fajok, azok egymást is árnyékolják, látni lehet a foltosságot a talajban,
Sok esetben a növény számára ez szinte egy ilyen labirintusszerű helyzet. Tehát képzeljünk el egy ilyen térben előre haladó, elágazó szerkezetet, amint egy labirintus derít fel. Tehát körülbelül így kell elképzelni egy saját természetes környezetében élő növénynek az életét. És megnézték azt, hogy csak ugyan mondjuk az egyes ágak azok egymással mennyi információt és mennyi forrást osztanak meg, többféle módszerrel kísérleteztek. Talán a legegyszerűbb ezek közül az, hogy rádióaktívan jelölt tápanyagot kapott a növény, tehát foszfort, nitrogént, vagy éppen széndioxidot, ahol a szén volt jelölve, és nézték, hogy a növényen belül, mondjuk amit az egyik rész felvesz, azt hova szállítja, milyen messze jut el, milyen mennyiségben ad anya modul az utódnak, utód az anyának, testvérek egymásnak, hány generáción keresztül képes terjedni egy-egy forrás. Nagyon izgalmas dolgok jöttek ki. Összességében talán úgy lehetne összefoglalni, hogy az egyik szélsőséges megoldás vagy stratégia az az, hogy tulajdonképpen minden tápanyagot egymással megosztanak, kiegyenlítik a felvett tápanyag mennyiségek közti különbségeket. Ez az eset az úgynevezett integrátoroknak az esete. A másik eset viszont a splitternek az esete. Itt az történik, hogy addig, amíg az újulat, tehát az újonnan képződött modul ki nem fejleszt egy saját gyökérzetet és egy fotoszintézisre képes zöld hajtást, addig az anya modul az táplálja. De utána nagyon hamar önállósodik az utód, sőt, akár fizikailag is megszakadhat az anyával való kapcsolat. Ez tipikusan a klonális, vagy úgy is hívhatjuk, hogy vegetatívan szaporodó növényeknek az esete. A két szélsőség között van egy nagyon széles szürke zóna, számos nagyon izgalmas megoldással. Én most csak egy olyan szimulációt mutatok, így a saját eszköztárból, ahol a két szélsőséges növény, tehát egy teljes integrátort és egy teljes splittert engedtünk rá ilyen mozaikos környezetre, ahol a fehér jelöli a forrás gazdag helyeket, szürke a forrás szegény helyeket, és engedtük őket külön-külön nőni és egymás ellenében. És néztük azt, hogy hogyan találják meg a növények, milyen hatékonysággal a forrásban gazdag helyeket, illetve hogy hogyan tudják egymást kiszorítani. Itt látjuk ezt a számítógépes szimulációt, amelyet ennek a problémának a bemutatására készítettünk. Most a területnek a 60%-a, mint itt látjuk, az jó helyből áll, tehát tápanyagban gazdag helyekből, és csak a 40%-a a szürkével jelölt rossz hely. Ha elszórunk néhány magvat először a splitter stratégistából, akkor azt látjuk, hogy be tud járni egész nagy területeket, egészen addig, amíg ilyen fallal, rossz helyekből álló fallal körülvett részekben nem ütközik, oda nem tud bejutni, mert egyszerűen nem támogatja ugye a gyengébben teljesítő modulokat, tehát nem tudja áthidalni a rossz területeket. Pont ha egymással őket versenybe állítjuk, most mind a kettőből helyeztem oda magvakat, akkor látjuk, hogy a splitter kiszorítja az integrátort, hiszen jobb helyeken ő jobb, mivel nem kell megosztani a jó helyen lévő moduloknak mással a tápanyagot. Nézzük most meg ugyanezt a helyzetet, akkor ugyanezt a versenyt, akkor, amikor egy picivel kevesebb a jó hely, mondjuk legyen az, hogy 50%. Mit találunk ilyenkor? Most mind a kettőt elindítom. Azt látjuk, hogy messze-messze az integrátor dominál ilyenkor, hiszen a splitter beszorult ezekbe a kis zárványokba, és nem tud onnan kijönni, mert nem tud átkelni ezeken a kicsiny falakon. Ezzel szemben, ha adunk lehetőséget arra, hogy megváltozzanak a helyek, tehát rossz helyből jó lehet és jóból rossz, akkor már egy más képet kapunk, ugyanis elkezdjük kiszabadítani ilyenkor a splittert ezekből a zárványokból, és
lassan el fog terjedni a másiknak a rovására. Érdemes azért egy kicsit tágabban is rátekinteni erre a problémára, hiszen itt arról van szó, hogy a csoport teljesítményét kell maximalizálni. A növény esetében például arról van szó, hogy genetikailag azonosak a modulok. Miközben lehet növelni vagy csökkenteni az egyedi teljesítmények közti különbséget. És itt már ráismerhetünk arra, hogy a saját dilemmáink, azok a növények dilemmáihoz időnként mennyire hasonlatosak. Csak néhány példát villantok fel, tehát van egy véges forrás, mondjuk egy iskolai osztályban a tanár figyelme és ideje, és akkor ez egy nagy kérdés, hogy a tanulók közt hogyan oszoljon meg ez a figyelem. Hogyha vannak jobban és rosszabbul teljesítők. Hasonlóképpen egy munkahelyen, mondjuk a munkahely forrásait, azt inkább arra használjuk, hogy kiegyenlítsük a különbségeket a különbözőképpen teljesítő emberek között, vagy pedig éppen, hogy fokozzuk a belső versenyt, és a jobbaknak juttassunk többet. Ezek a növényi szimulációk természetesen nem adnak választ mindezekre az emberi kérdésekre, de legalábbis rámutatnak egy dologra. A növényeknél nagyon jól látszott az, hogy nincs egyetlen ilyen dogmatikus megoldás, hanem arról van szó, hogy attól függően, hogy milyen a források megosztása, hogy mennyire számít az, hogy például új forrásokat felderíteni, hogy időben ingadozó forrásokat is kihasználni, attól függ az, hogy mennyire éri meg növelni vagy csökkenteni a teljesítmény különbségeket mesterségesen. Remélem, hogy kicsit mindenki közelebb került a növényekhez az előadás által, és nagyon köszönöm a figyelmet.